Hanvas Béla Átlépésben című hangszerekre és emberi gondolatokra komponált igazságkeresését hozta el a 23. Kortárs Művészeti Fesztiválra szombaton a Csónakázó tó partjára Ács Dominika, Dobri Dániel és Nagy Péter. Dobri Dániel Artisius díjas zeneszerző, az Alberége Szimfonikus Zenekar kortárs művészeti vezetője, évek óta aktív résztvevője a magyarországi és európai kortárs zenei és színházi életnek, és ezúttal is egy ízig-vérig mai darab megvalósításában játszott kulcs szerepet. Ez egy ősbemutató lesz, egy koncert színházi előadás. Hanvas Béla szövegekből készítettünk egy színpadi előadást, ami félig koncert, félig színház, tényleg, mivel ez a Hanvasnak egy álinterjújából, egy önmagával készített álinterjújából készült, ahol mi majd tényleg Hanvas szavain keresztül, Nagy Péter tolmácsolásában, Fuvola szavain keresztül, Ács Dominika tolmácsolásában és a modern kortárs elektronikán keresztül az én tolmácsolásomban fogunk egymással beszélgetni. Ács Dominika Fuvola művész is azon alkotó muzsikusok közé tartozik, akik kompozícióikkal új utakat keresnek, és így tökéletesen illeszkedett a rendhagyó mű megszólaltatásába. Alapvetően kortárs zenét hoztunk ide, Dobri Dánielnek a műveit elkezdtük egy kicsit átírni Fuvolára, illetve olyan szemelvényeket kiválasztani zenekari darabjaiból, amikben már eleve a Fuvolára írta, illetve el fog hangozni például Debussynek a Syrinx című műve, illetve Johann Sebastian Bachnak a műve is hallható, illetve sok-sok improvizáció. Úgy éreztem magam, mint Andersen királya, azt hittem, hogy pompás ruhában járok, pedig csupasz voltam. Nagy Péter színművészként Idestova negyed százada képviseli a csupa nagybetűs felelősségteljes gondolatok továbbítását. Ezúttal is így történt, Hanvas Béla mélységeit tolmácsolva erősítette meg a közönségben az értékálló élet mindenek felettiségét. Dobri Danival 17 éves kora óta több ilyen kísérleten vagyunk túl, ez ebben a felállásban eddig még nem valósult meg. Itt ő egy kicsit inkább úgy szoktuk mondani rezidens DJ-ként van jelen, tehát mint zeneszerző és az egészet egy ilyen zenei struktúrába helyező alak, illetve hát akivel most kiegészítünk újonnan, Ács Dominika, aki Fuvolán lesz így ebbe a mondjuk dialógusban egy partner. A májusi napsütéses délutánon a közönség értő és figyelő tekintete volt a bizonyítéka annak, hogy a felgyorsult világban is megmerítkezhetünk egy-egy másként megfogalmazott, cseppet sem köznapi történet igazságaiban.